Attila, gratulálunk! Egy nagyon komoly elismerést kaptál, és azt gondolom, hogy ez az, ami az embert egy picit motiválja, nem? Hogy érdemes volt belevágni ebbe a szakmába, érdemes csinálni mindezt. Hogy fogadtad, amikor meghallottad a hírt, hogy te is megkapod ezt a díjat? Igen, hát ez egy szakmai díj, amit ajánlás alapján ítélnek oda, és nagyon szépen köszönöm a Nyíregyházi Tankerületnek, hogy erre a díjra jelölt engem igazgatóasszony személyesen. Úgy gondolom, hogy ez egy folyamat, és minden elismerés nem egy személynek köszönhető saját magamnak, hanem az az iskola, azok a kollégák, akikkel együtt dolgozunk, ami összmunkánk adja azt, hogy milyen elismeréseket kap az ember. Ez a díj 2002 óta létezik, és a legelső évben pont a Nyíregyházi Zeneiskola kapta meg, mint intézmény ezt a művészetoktatásért plakett díjat, és én büszke vagyok rá, hogy sikerül úgy folytatni azt a munkásságot, amit elődeink elkezdtek, hogy most személyesen, mint igazgató is megkaptam ezt. Olyan szempontból picit furcsa volt, hogy személyesen nem vehetted át ezt a díjat, mert ugye tavasszal lett volna a díjátadó, akkor a pandémia miatt áttették őszre, ősszel sokkal nem lett jobb a helyzet. Hivatalosan akkor december közepén hirdették ki? Igen, március közepén született meg a döntés a díjazottakról, és úgy volt, hogy március vége felé lesz egy díjátadó Budapesten, az MZMS-nek a 80 éves fennállásának az ünnepségén, de sajnos ez nem lehetett létre, és a két ünnep között az MT-ben tették közre a díjazottaknak a listáját. Ilyenkor az ember mindig egy picit mérlegel is. Emlékszel arra a pillanatra, amikor eldöntötted, hogy mondjuk szeretnél ezzel foglalkozni, nem csak zenélni, hanem oktatni is a zenét? Hú, az a pillanat, amikor eldöntöttem. Úgy gondolom, hogy nem én döntöttem, hanem az élet döntött úgy, hogy milyen feladatot elé állít engem, és akár a tanítás, akár az előadó művészet, vagy amit a mindennapokban tesz az ember, úgy gondolom, hogy hozza magát, a feladatok jönnek velünk szembe. És ezt jókedvel, motiváltan, eredményesen művelni egy teljes mindennapokat, vagy hétköznapokat tud tenni az embernek, és ez szintén őt is motiválja tovább a következő napra. Ráadásul egy olyan kis kultúrszigetet működtettek, amire azt gondolom, hogy talán minden eddiginél nagyobb fontossággal bír, hiszen ebben a mai világban, amikor azért elég sok értéktelen dolog is készül, a zene az egy örök érték marad. Tapasztaljátok, hogy azért a szülők nem fordultak el a zenétől, ugyanúgy jönnek ugyanolyan lelkesen a gyerekek? Én úgy gondolom, hogy igen, az értékítélet azért a mindennapokban nem csökken annyira, hogy azokat a dolgokat, amik a gyereknek a fejlődését elősegítik azért a szülőkben, ez szülő mindig szülő marad, mindegy, hogy milyen a körülmény, és hál' Istennek ez a zenével kapcsolatban is így van. Én nagyon fontosnak tartom, hogy nem csak az egyéni tehetségeket és a lehetőségeket kell felkutatni és segíteni, hanem akár a városban, akár a régióban, vagy a kisebb közösségünkben lévő kulturális értékeket összefogni és ezeket felismerni, segíteni. És ez a kettő komplexitása teszi ki azt, hogy maga az egyén is és a környezet is tud fejlődni. Neked lassan az alapértékekhez azért hozzátartozik, ugye, hogy valaki tud valamilyen hangszeren például játszani, ugyanúgy, mint mondjuk sportolunk, vagy ugyanúgy, mint ahogy mondjuk külön órákra járunk, akár nyelvet tanulni. Igen, hát a zeneiskola azért mindenképpen valamilyen szaktudást szeretne átadni, most lehet, hogy ez csúnya szó, de akkor is megtanítjuk a gyereket valamire. De én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy amit megtanul, azt értően művelje. És most zenéről szeretnék beszélni, nem pedig arról, hogy zongora, fuvola, szolfézs és milyen tantárgyak vannak, hanem azzal a csodálatos dologgal, amit mi zenének hívunk, azzal úgy ismerkedjen meg, hogy értő közegben tudja, hogy mit lát, ne csak használja azokat a dolgokat, amit a zenével kapcsolatosak. És úgy gondolom, hogy aki mindenben van nehézség, hát gyakorolni kell, meghallgatások vannak, mindenkinek az életében egy tanár sok 10 évig gyakorol ahhoz, hogy egy diplomát szerezzen. Na de akkor is van egy végeredménye, és van egy útja ennek, és minden pillanatában ennek az útnak meg lehet találni a szépségét. És nekünk tanároknak az a feladatunk, hogy a gyerekekhez közel vigyük a zenét, és amikor ide bejön ebbe a zene birodalmába, akkor játék formában, de mégis értően tudjon hozzáállni ahhoz, hogy amit zenének nevezünk. Évek óta most már ugye intézményvezetőként dolgozol. Lehet tudni, mondjuk hány növendék került ki az idő alatt innen Nyíregyházáról, akik maradtak mondjuk akár a zene területén is? Hát azért az utóbbi években úgy a tendencia nem arra fordult, hogy nagyon sokan szeretnének zeneművészetből megélni, vagy zenepedagógusként, azért mindig vannak. Minden évben egy ilyen 5-10 tanuló van, aki zenei pályát választja. Gondolom, ilyenkor nagyon büszke az ember, amikor azt látja, hogy mondjuk egy nagy budapesti együttesben játszik, vagy olyan kórusban énekel, vagy bármi, ami ehhez kapcsolódik.
Hát igen, hogyha valaki megtalálja az életében, a szakmájában az örömet és a boldogságot, és ez az út neki egy jó út, akkor azt mindenképpen örülök neki. A nagyon-nagyon öröm az, hogy saját tanítványaim közül is dolgoznak többen már az intézményben, még nem csak az én tanítványaim, hanem a kollégák. És az, hogy visszajönnek, és itt szeretnének közöttünk dolgozni, és fiatal kollégaként beilleszkedni, és a mi elkezdett munkánkat folytatni, talán ez egy elismerés. Abszolút a te életedet a zene tölti ki? Emlékszem olyan pillanatra, amikor például saját zenekarral felléptetek, koncerteket adtatok. Tehát amikor bezárod magad mögött az ajtót itt az iskola után, akkor kezdődik a magánélet, de ott is főszerepet játszik a zene? Hát a magánéletben a zene már nem játszik annyira főszerepet, mert ott inkább a közösségi zárt nyugalom és a pihenés tölti ki az időt, már amennyi van belőle. De a mindennapokat a zene tölti ki, és ez mindegy, hogy milyen formátumban. Úgy gondolom, hogy egy adminisztratív munkaköröm, amit az igazgatóság jelent, vagy egy iskola vezetés, és az, hogy színházi karmesterként, előadó művészként koncertezünk, ez a kettő erősíti egymást. Nem lehet beleúni egyikbe sem, mert van egy másik, ami ebből felszabadít, és nem lehet bele, vagy én nem tudok belefásulni, hál' Istennek. Meg is nyugtatja az embert, mikor előveszi mondjuk a hangszert? Hát előveszi a hangszert, a saját szórakoztatásomra azért már kevésbé szoktam hangszer elé ülni, de gyakorolni mindig kell, feladatok mindig vannak, és az a pillanat, amikor valakivel összeállunk kamarazenélni, és ott megszületnek egy produkció, vagy maga a felkészülési folyamat, vagy amikor az iskolai szinten valamit elkezdünk, és sikerül fejlődni, akár technikailag, akár oktatásilag, vagy látjuk a gyerekeknek az eredményeit, vagy azokat a csillogó szemeket, hogy jönnek szívesen, és akármilyen körülményes van, szeretettel jönnek a zeneiskolába. Ezek visszaigazolják azt, amiért dolgozunk. Nagyon hiányoztak most a koncertek, hiszen az mindig az év fénypontja, amikor egy-egy végzős osztály vagy egy-egy évzáró alkalmával gyerekek megmutatják a tudásukat szülőknek, illetve az oktatóknak. Nekünk nagyon hiányzik. Azért minden évben volt karácsonyi hangverseny, például ha most az ünnepeket tekintjük, a félévi meghallgatások. Nem csak mi a kollégák vágyunk erre, hanem a gyerekek is vágynak arra, hogy akármennyire is valamennyire megmérettetés, közösségben legyenek, hiszen nekünk azért a közösségformálás is nagyon fontos. Jelen pillanatban online formában felvételek útján tesznek eleget a növendékek a félévi megmérettetéseknek. Eljut hozzánk és a kollégákhoz, de az igazi az lesz, amikor tényleg megnyithatjuk a nagy teremnek az ajtaját, és egy örömkoncerttel fogjuk nyitni azt a tanévet, vagy azt a hónapot, azt az időszakot, amikor már lehet koncertezni. Egy-egy ilyen díj kapcsán azért az ember mérlegel, és mire vagy a legbüszkébb? Én nem tudnék kiemelni egy valamit. Inkább azt arra vagyok legbüszkébb, hogy minden nap, amikor az ember elindul, és minden nap, amikor az ember hazamegy, akkor úgy érzi, hogy a helyén van, és azt a feladatot és azt a dolgot csinálja, amire hivatott, és amiben jól is érzi magát, és ami nem csak nekem okoz örömet, hanem a közösség számára is tud valami pluszat nyújtani. Akkor ilyen szempontból szerencsés vagy, hogy neked a munkád egyben a hobbid is. Így van, ez egy jó kifejezés.